Nagyon szépen köszönöm a bemutatást. Tényleg voltam ápoló, voltam oktató, voltam minisztériumi dolgozó, voltam utólag nyugdíjasként, nyilvántartásokban itt-ott, nem ott, tehát januárban abba hagytam az egészet, most így ráláttam utólag, és önmagam is revidiáltam sokszor, hogy itt másként kellett volna tennünk. Őszintén ezt önöknek megmondom, és én az előadásomban gyakorlatilag 6 témakört, valami elrontottam, 6 témakört emeltem ki. Nem lehet az egészet átrendezni, de visszamegyek néha 1944-ig, és ott bocsássák meg csak a humor kedvéért. A jog területén az ápolás rendezetnek tűnik, legalábbis a jogszabályokban. Köszönöm szépen Lépes doktornak az akkori segítséget, aki elhelyezte az ápolást a nagy rendszerbe, és néven nevezték, mint egyéb ellátási formát. És azt mondták, hogy egyéb egészségügyi ellátások egyike, szerves része, kiegészítő eleme és alapvető eleme. És ezt a jog berendezte ide az egész rendszerünkbe. És tessenek elhinni, az egészségügyi törvénynek lassan már 900-szoros a módosítása, és az ápolást egyetlen egyszer érintette, azt is pozitívan. Tehát valami úgy mozog ebben a rendszerben, ebből a szempontból a jog oldaláról. Na most napjainkban valójában miről is beszélünk. Én néhány évszámot itt kiemeltem. Tessenek megfigyelni ezeket az évszámokat. Azt mondták, hogy katasztrófa van az egészségügyben, szakemberhiány 2008. A vészharangozó Varga Ferenc doktor volt, aki sajnos nincs közöttünk. Balogh Zoltán, aki ma is ott van. Vízvári László, aki most nem ott van, de máshol ott található. És a Vízvárira azért emelem ki ezt a részét, hogy az egészségügyi szakképzést annyira elrontották, hogy nem lehet benne majd, hogy nem logikát találni. Szívem szakadt szét, ezt elárulom. És egy ápoló kiképzése 3 év múlva, az azt jelenti, hogy mennyi idő múlva lesz nekünk az a hiányzó ápoló csoportunk, akiről itt említést teszünk. 2011, több ezer ápoló hiányzik az egészségügyből. 6-7 ezer ápoló. 2013, 1/10 elveszítjük az ápolóknak, különböző helyekről emeltem már. Itt van a pszichiátriai ellátás súlyos gondja, 2015, és gyakorlatilag ez az egyetlen egy olyan pillanat, amit arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt a kormánynak valamit kellett tenni. Mint tudjuk, ugye bezárták az akut ellátó részleget. És eljutottam 2015-höz, Nők lapjában jelent meg, ahol az átlag emberek mondták ki, hogy aggasztja őt a szakdolgozó hiány, és aggasztja a pénzhiány. És most jutottam el a társadalomba, eddig csak belülről magunknak beszélgettünk, és tessenek nekem elhinni, hogy az a kormány, aki mindig azt hallja, hogy hiányzik, hiányzik, nincs itt 5000-6000, ennyi orvos elment, előbb-utóbb azt mondja, és még mindig működik az egészségügy. Tehát ez egy olyan furcsa gazdasági, politikai nagy kérdés, és valószínű, hogy itt meg kell állnom egy pillanatra, ahol ott az 55 000-es szám létezik, ott egy enyhe béremelkedés zajlott le éveken keresztül az egészségügybe, ott maradtak, vagy visszakerültek. Ez az ábra külföldön munkát vállalóknak kiadott engedélyt mutatja, ez viszont már a 13-14-et is, tehát évente 1000 ápolónk eltűnik, ennyi orvosunk eltűnik, nem biztos, hogy elmegy dolgozni, de engedélyt kér, és el akar menni dolgozni valószínűleg, különben miért kérné. Itt található egy olyan nagy ábra, amelyik én 90-től összeraktam ide, és az összesen sort, ha megtetszenek nézni, hogy gyakorlatilag 1990-ben volt 41 000 ápolónk, és most 40 000 van, tehát elég furán néz ki ez az egész. És itt van néhány kiemelt adatunk, mégpedig az egészségügyi dolgozókból összeset kiraktam ide is, hogy az a 40 000-es betöltött, és ezt a fogalmat tessenek megnézni, a betöltött fogalom, ugye a statisztikában mindig a betöltöttet kérik meg, ott van a gyesen, a gyeden, a hosszú beteg állapotban lévő egyén is, tehát valakiknek dolgozni kell helyettük, és hogyan is szaporítjuk mi az embereket. Heti 40 óra kötelező, 8 órát ugye tovább kötelezhető vagyok, és további önként vállalhatok, tehát 60 órát tudok produkálni, azaz én másfél ápoló vagyok, hogyha a rendszerben vagyok, tehát hogyha így számoljuk magunkat, akkor így szaporítjuk. Ápolás vezetőtől vettem ezt ide,
aki azt mondja, hogy általában nem az egészségügyben, én tudom, hogy mennek az egészségügybe is dolgozni, hanem fekete munka területén keresnek az ápolók. Nagyon nagy veszteség ez, kérem szépen. Itt amit kiemeltem valójában, nem hasonlítom össze sem a belga, sem a angol ápolókkal, a cseh ápolóknál 30%-kal kevesebbet keresnek a magyar ápolók. És az OECD-nek a mostania, sajnos nem tudom, a legutolsó sor Magyarország. Ápolók bére átlagfizetéshez mérve utolsók vagyunk. Ápolók bére dollárra átszámítva utolsó Magyarország. És most találtam, a hírlistán 4 napig lehetett szavazni arra, hogy kinek adnának, melyik csoportnak a jóval nagyobb fizetést. És végig azt lehetett látni, hogy az ápolóknak a száma az ott volt, sőt még emelkedett is. Ha minden ápoló szavazott volna, akkor se lehetne ennyi számot, mert nincsenek ennyien. Tehát ez a társadalom. És itt jön az magyar valóság, ez a hungarikum, ahol nem csak az ápolók száma kevés, hanem mások száma is. Tehát nálunk egy beteghordó ugye 4 beteget tud tolni. Ha tovább megyek, ugye van egy ilyen, az ápolóknak néha ilyen vacsorát kell kiosztani. Én magam szégyelném magam, ha ápolóként vinnék oda, és nem is csodálkozom, hogy néha ugye panaszkodnak. És aztán idézek egy kedves kollégát, aki a kint teljesen mások a munkakörülmények, a hangulat, adott minden feltétel, jól felszerelt a kórház, és nagyon szeretném aláhúzni, tiszták a viszonyok, itthon pedig küszködnünk kell. És ugye, ha megnéztem azt, hogy hogy van Németországból, 2 vannak 1 betegre, nálunk 1 volt a 4-re, és hogyha megnéztem, ezt a barátom küldte el, azt mondja, nálunk így osztják a vacsorát. Úgyhogy ahol szeretnék átlépni egy gondolattal, ott pedig az ápolás és az orvoslás kapcsolaton még nekünk jelentős teendőink vannak. Ugye egymást kiegészíti, mind a kettőnek megvan a saját tag, tehát megvan a különbözőség és az azonosság. És amiért az, hogy náluk a rendezett viszonyok, nálunk a konszenzus nincs meg sok szempontból, még az ápoló és a medicina között, ápolás, orvoslást ide tettem, de ebből csak azt emelném ki, hogy a döntéseket nem szabad átadni az orvosét nekem, nem is vállalnám el, a szakképzett ápolójét a beosztott a segédápolónak, viszont ha meggyőződtem arról, hogy meg tudja tenni, akkor átadhatom, tehát technikai kivitelezésre meg lehet tenni. Mindenki meg tud csinálni sok mindent, persze nem akarunk mi ápolókat operálni. És itt egy bizonyíték, hogyha a Tesco-ban valakivel történik valami, leveszi az eszközt, nagyon gyorsan újraéleszti orvosi utasítás nélkül. Mert ott megtanították, megvan a rend, a masina engem további utasításokkal ellát, hogy mit kell tennem. És az a kompetencia körébe tartozik nálunk. Egyszer próbáltuk szabályozni, nem sikerült, azonnal visszavonatták a miniszternek a jogszabályát. Benne volt az ápolás ügy is, szeretném azt mondani, nem csak az orvosi oldalról, sőt, az orvosok egész másként gondolkodók, van közöttünk, ugye, aki előttem szólt Kincses doktor, aztán még néhányan a névjegyből rá lehet ismerni, hogy kik ők. Szóval egyetértettek abban egyértelműen, hogy ápolóknak át lehet adni bizonyos feladatokat nyugodtan, más munka megosztással, más kompetenciával. És amikor ők vitatkoztak a Facebookon oda-oda, akkor láttam, hogy valaki ott csinált kritikát, ő is egy orvosnő, és aztán egyenesen hátborzongató, hogy az orvosokat alulképzett személyzettel akarják helyettesíteni. Na most az ilyen kinyilatkoztatások azt hiszem azt kívánják, hogy az orvostársadalom is saját maga jöjjön már rendbe saját magával. Amikor kiadták a kompetencia rendeletet, akkor minden ápolónak vizsgát kellett volna tenni a listán, ahol felsorolták. Csiba Gábor felkiáltott, és azt mondta, hogy állj meg. Ezeket az orvosoknak sem tanítják, tehát a listát ott az egyetemen. Másik oldalon pedig hát a gyakorlatnak az elismerése, hogy egy 20 évvel ezelőtti, vagy 20 éve gyakorló ápolóval, ő szívesebben adatna magának intravénás injekciót, mint a kezdő orvosnak, orvossal. És ugye a mostani rezidensek háborognak, jogosan, keresik a védelmet önmaguknak, és hát önmaguk által a társadalomnak is, hogy felügyelet nélkül léteznek, vannak, hoznak döntéseket. A jelenlegi vezetés egyértelműen az érdekeknek a sérelméről
beszél, hogyha átalakítás történik. Az érdek mindig sérülni fog. Nincs olyan átalakítás, ahol valamilyen módon valakinél ne lenne. A másik, amit kiemeltem itt, a paraszolvenciának a visszaszorítását, de a hogyan kérdésére nem nagyon kapunk választ. 1995-ben Csákány professzor úr, az akkori Szabó miniszter úrral, aki nem orvos volt, Szabó Györgyel, maradt a neve, bocsánat, vitatkozott a Népszabadságban. És a Csákány azt mondta, hogy mindegy, hogy mit akarsz csinálni. A kórházi ágynak tőgye van. Tehát magyarul azon keresztül lehetett bizonyos forrásokat ugye bevonni az egészségügybe. És akkor már arról volt szó, hogy egészségügyi reformot paraszolvencia nélkül kellene megvalósítani. Most eddig elmondottakból hagyd mondjak egy összegzést itt. A tegnap megoldandó feladatok, nem ma, tegnap. Ápolók számának a sürgős növelése hogyan? Vannak tartalékaink, egyrészt vannak, akik otthon vannak, és nem tudnak visszajönni, mert a nyugdíjuk ma már több, mint hogyha 40 vagy 60 órát dolgoznak ott a rendszerben. Ez az egyik. A másik, nagyon gyorsan kellene ösztöndíjjal kiképezni ápolókat, akkor is ugye 3 év el fog telni, mire kikerülnek a rendszerbe. A megtartása az ápolóknak. Az ápolók nem gazdagok általában. Ezt nem abból a rétegből érkeznek, tehát ha becsuknak egy kórházat valahol, ahol ő volt a kenyérkereső otthon, és arrébb kellene menni valahová neki, akkor nem tud elmenni, mert nem tudja a családját vinni senki. Tehát egy olyan letelepítő vagy áttelepítő programokkal lehetne segíteni. Bérezésről hagyd ne szóljak jelenleg, mert az a központi kérdés, de megoldatlan, és én a kompetencia rendezését még egyszer azt mondom. Tehát magának az orvostársadalomnak az orvossal, ápolóknak és szakdolgozóknak magukkal, mind a két csoportnak valamilyen módon konszenzusra kell jutni, és egy szakmatársadalmi megegyezésre, hogy hogyan lehet a munkamegosztásból eredően egészségesebb rendszert hozni. Na most egy biztos, az érdekviszonyokat rendezni kell, mert ugye én azt tanultam, hogy az érdek addig mászik, amíg el nem intézi magát. Úgyhogy az érdekek azok kiütöttek nagyon sok programot az életünkbe. Magam is megszültem egy programot. És azt mondtam, hogy ellátandók aktív részvétele, önfelelősség. Lehet, hogy létre kéne hozni a kisfaluba, a kistanyán, ugye az egyszerű otthoni kis csoportjainkat. A másik egy nem medikális ellátás. A medikális ellátás nagyon drága. Szóval ahhoz, így van, mert egy orvos gyógyítani akar, orvos és befolyásoló tényező is létezik, gyógyszeripar, egyéb műszeripar, tehát az nagyon drága. És annak ellenére ugye szükség van erre gyakorlatilag. Utána van a következő lépcsőbe, ahol kevesebb az ápolás, a high-tech-et azt egyértelműen ki kell, hogy szolgáljuk valamilyen módon, és fönt pedig ugye láthatjuk a hosszú idejű ellátásnak, ahol az ápolásnak a helye nagyon egyértelmű, a krónikus ellátás, a rehabilitáció, a csak ápolási ellátások, a haldoklók ellátása. Tehát én sokkal tisztább viszonyokat tudtam ide. Az érdek. Bizonyára ismert sok ember előtt ez a kis elefánt. Ki melyik részét fogja vagy akarja megváltoztatni, lesz belőle egy torz elefánt. Ugye rövid farkú, hosszú farkú. Tehát mikor lesz az a valaki, valami mostanában, hogy egyszerre nyúl a rendszerhez, amit nagyon nehéz átalakítani, de mégis azt mondom, hogy valamilyen módon együtt kell kezelni. Mert ha apró elemei vannak, akkor az érdekek így fogják rángatni az egész programunkat. Köszönöm szépen!